valóban, hogyha az ember azt mondja, hogy Trianont meg kell dönteni. Mert hogy Trianon az nem lezárt ügy. Trianon ez egy vérzősebb. És Trianon a bóvó eleve úgy, ahogy van, töbény hazugságon nyugszik. Tehát ha ilyeneket mond az ember, az teljesen szinte egy magyarnak evidens. De ha például azt mondom Trianon kapcsán, hogy mit válaszolnának önök arra, azt mondanám, hogy a 21. században az emberiség létezésének a célja, életének az értelme, minden egyes ember megszületésének az értelme az, hogy kamatot fizessen államok feletti uzsorásbankároknak. Na erre biztos azt mondanák, hát hogy, de. És mi köze van ennek Trianonhoz? Hát sokkal nagyobb köze van Trianonhoz, mint ahogy az első hallásra tűnik. Ugyanis arról van szó, hogy igen, volt a magyar nemzetnek egy Trianonja. De 1945 óta volt a fehér európaiaknak, az őshonos fehér európai népeknek is volt egy Trianonja. Volt, múlt időben mondom. És bizony a 21. század emberiségének is van egy Trianon. Miről is van szó? Arról van szó, hogy Trianonban is ezek az államok feletti hatalmak, amely ma már egy államok feletti illegitim és illegális birodalmat jelent, ezek hozták a döntéseket. A cseh imperialisták, a román rabló imperialisták, a nem nemzetállamról volt szó, és a szerb imperialisták nem tudtak volna így kedvük szerint rabolni, fosztogatni, ha ez az államok feletti hatalom ezt nem engedi meg neki. És mi ennek az államok feletti hatalomnak a lényege? Az, hogy nem engedi meg az embereknek, az emberiségnek nem engedi meg, hogy a rá vonatkozó legfontosabb kérdésekről ő döntsön. Mert az első világháború után nem engedte meg a magyar nemzetnek, hogy a rá vonatkozó legfontosabb döntések akár a legkisebb mértékben is beleszól. De 1945 után az őshonos európai fehér népek sem rendelkeznek azzal a joggal, hogy ők dönthessenek a rájuk vonatkozó legfontosabb kérdésekről. Nem ők, 45 óta nem ők döntenek, hanem ez az államok feletti pénzhatalmi világelit, amelynek volt lényegében két regionális központja, mondjuk így, hogy Washington meg Moszkva. És ezek döntöttek Európa népei helyén. És ma már ott tartunk, hogy az egész világ, a világ összes népe helyett ez az államok feletti elit, amelynek ma már van egy birodalma, egy államok feletti illegitim, illegális birodalma van, ez dönt a legfontosabb kérdésekben a világ népeinek a sorsán. És ezt honnan lehet tudni? Mert ugye azzal indítottam, hogy ki hajlandó elfogadni, hogy az ember életének az értelme az, és az egyetlen értelmes ok, amiért még létezhet az ember, hogy ezeknek a uzsorás bankároknak kamatot fizessen, mert amikor megszületik, születésétől az élete végéig adósságot törleszt és kamatot fizet. És ez alól Amerika se kivétel. Mert pontosan arról van szó, és ez ma, hogy Amerika felett is uralkodik, ez az illegitim,
államok feletti hatalom. És hogyan uralkodik? Ezt azért kell elmondani Trianon kapcsán, azért kell elmondani, mert hogyha mi nem látjuk ezeket a hatalmi viszonyokat, akkor szinte remény sincs arra, hogy sikert érjünk el. Mert legfeljebb azt tudjuk csinálni, hogy bepereljük az ördögöt az öreg anyjának. És mit érünk el vele? Tehát nagyon is jól fel kell mérni, hogy milyen erőkkel állunk szemben. És milyen erőktől akarunk mi eredményeket kicsit. Különösen ugye egy olyan időszakban, amikor az európai fehér népek trianyonya lényegében a befejezéséhez, az utolsó fázisban van. A világ egész népét, összes népeit, az emberiség egészének a trianyonya pedig beindult. Vagyis olyan viszonyok alakultak ki, ahol nem a népek és nem az egyes emberek döntenek a rájuk vonatkozó, az életüket meghatározó legfontosabb kérdésekben, hanem uzsorás pénzügyi hatalmak. Ők döntenek. Következésképp ezt nagyon okosan és alaposan át kell gondolni. Nem megyek el, csak házas. Mélységes megértés, annak a reményben, hogy visszatetszik, jön. Nekem is. Igen. Úgyhogy... Én nem fázom. Hát, különbözőek vagyunk. Mint a haza szeretet. Igen, különbözőek vagyunk. Haza szerelem. Na most... Tehát ezzel azt akartam, ezzel a kis bevezetővel, azt akartam hangsúlyozni, hogy a mi küzdelmünk, a trianoni gyalázatnak a megváltoztatásáért, az egy világ összefüggésben helyezkedik el. És ma már, ugye az európai fehér népek, a létükért kell, hogy küzdenek, mert ugye ez a pénzhatalmi világelit, ez a államok feletti birodalom, ez ugye kivéreztette a fehér falat. Megszervezett lényegében két polgárháború, ahol ez a fehér faj kivéreztette magát, elgyöngítette magát, életképtelenítette magát. És most folyik ez Amerikában is, ahol már közvetlen közelbe került a polgárháború. Hát most november 4-re meg is hirdették, rajta van, hogy fegyverrel százezrek különböző nagyvárosokba megy, és kezdjenek el egy polgárháborút, és döntsék meg a Trumpnak a tudat. Ha valaki foglalkozik itt interneten, írja, benézze meg, hát természetesen az Antifa, meg egyéb ilyen gyalábságok, ugye? De térjünk vissza Trianonhoz. Vagyis nekünk el kell érni azt, hogy a magyar nemzetnek legyen joga ahhoz, hogy a rávonatkozó legfontosabb kérdésekről, a magyar nemzet sors kérdéseiről neki is legyen szava, és ő is aktívan formálhassa a saját sorsát, a saját életét. Ez azért nagyon fontos, mert amikor mi támadjuk Trianon, mi nem azt támadjuk, hogy a csehek például akartak egy nemzetállamot, mert nekik ők a monarchiában a Habsburgoknak egy házi tartománya voltak. És valamikor ugye egy önálló királyság. Persze ez nem tetszett. És az, hogy ettől a státusztól szabadulni akartak, az csak helyeselni lehet. De mit nem lehet helyeselni? Az, hogy ahelyett, hogy megteremtették volna a nemzetállamokat,
gyalázatos, szabad, fölműves, imperialista politikába kezdve. Amit maguknak követeltek, azt elkezdték elvenni a más népektől. Például a magyar nemzettől. Lényegében egy hazugságon alapuló, gyalázatos politikába kezdtek. És ugyanazt lehet elmondani a románokról. Nem az a baj, hogy ők akartak egy nemzetállamot, ugye egy későn jött nemzet, és akarta a státuszát megtalálni, és megerőzni. Nem ez a baj vele, hanem az a baj, hogy gyalázatos, imperialista politikát kezdett. Az volt a baj, hogy eljött rabolni, mint egy prédára leső hiéna, rátört egy olyan országra, amely egyszer se talán kétszer is rátört, utána bejött, és a legutolsó tolvajként fosztogatott, és utána pedig a legpitiánerebb despotaként uralkodott. Semmilyen ígéretét, ez a baj a románokkal. És román testvéreinknek meg kell mondani, rablókként jöttetek, tolvajok voltatok, és ezt meg kell mondani, ki kell mondani, az igazságot ki kell mondani. Mert ha csak ennyit elérünk, hogy az igazságot kimondjuk, és merjenek más mondani a románok. Nem rablóként jöttek, nem tolvajként fosztogattak, nem despotaként. Egyetlen egy szavukat, ígéretüket nem csak a gyulafehérvárit nem tartott, hanem amit az Antanttal kötöttek, érvényes nemzetközi jogi szerződés. Na és ugyanezt kell a nagy Masaryknak is, aki a vallásos, a demokrácia, a kutyapüle. És akkor úgy hazudott, mint a vízfolyás. A Benes meg még rosszabb is volt, mert megtetézte a gyalázatos Benes dekrétumokkal. És szlovák testvéreink, vegyék tudomásul, hogy amíg a Benes dekrétumokat nem érvénytelenítik, addig ők valójában méltatlanok arra, hogy európainak nevezzük őket. Erről van szó. Addig nem európaiak. Valaki, de nem európai. Mert nem az európai normák szerint. Mindezt azért mondtam el, mert most, hogy beindítjuk ezt a, ugye nemzeti konzultációnak nevezzük azért, mert ez már tényleg nemzeti, tényleg konzultáció, és ráadásul pénz nélkül. Tehát mindenki a szívét adja bele, a lelkét, a szellemét, szellemiségét teszi bele, az idejét teszi bele, és azt senki nem tudja megakadályozni, hogy mi elmenjünk minden nemzetközi jogi fórumhoz, Hágai Bíróság, Luxemburg, és minden jogi fórumhoz. De nem elég. Hát innen tisztában vagyunk vele, hogy el fognak küldeni, hogy uraim, mit akarnak itt? Hát önök nem állam, nem kormány, mint szuverénitások. Mit akarnak? Mi ezzel tisztelünk? De utána megyünk a többi nemzetközi fórumhoz. Különböző ENSZ fórumok vannak, EBESZ fórumok vannak. Szóval különböző, és végig kell járni, mert valójában az a cél, hogy világgá kiáltsuk, hogy a magyar nemzet ezt a gyalázatot, amit tömény hazugságon alapul, az elsőtől az utolsó betűig, és amit itt úgy hívunk, hogy Trianon 1, Trianon 2, Trianon 2-nek hívjuk mi a párizsi 1947-es, az lényegében megismételte, sőt, mi meg is fejelte egy kicsit. És sajnos van egy Trianon 3 is, amiről aztán végképp nem szoktak beszélni, a gyalázatos alapszerződések, amiben először is ilyeneket a többi ország nem kötött. Erre nincs szükség. Ezt a szabad könyvesek kényszerítették ki azért, hogy bele lehessen írni, mint ahogy a Romániával kötött alapszerződésbe, hogy a magyar állam örökre lemond arról, hogy bármiféle korrekciója is legyen, annak a gyalázatnak, amely az első szótól az utolsóig hazugságon alapul.
Hát most akik ezt megkötötték, szégyeljék magukat. És ezek olyan politikusok, akik az ország dolgaiba... Antal Jeszenszky, Horn Kovács. Antal Jeszenszky, Horn Kovács. Igen, hát, hogy? És ugye, igen, hát egyébként így van, persze. Na most ezt azért mondom, hogy tehát mi Trianon alatt nem csak az effektíve Trianont értjük, hanem a Trianon 2-t, tehát a párizsi békeszerződést, és az alapszerződést. Ezt mind kicsöpörni a történelem szemétdombján. Az egy másik dolog, mondom, az egy másik dolog, hogy mi ezt el tudjuk inni, mert mint már említettem, sajnos az ördögöt az öreg anyjánál kell perelni. És az nem igen szokott sikerrel járni. De kérem szépen, ez az utolsó lehetőség arra, hogy a magyar nemzet kinyilvánítsa közös akarattal, hogy nem törődik be bele Trianonba. Nem törődik bele Trianonba. Ha mi ezt most nem tesszük meg, nem érünk ezzel a legutolsó lehetőséggel, akkor ki fogja azt megtenni? Ki fogja azt megtenni? Senki. Tehát minden magyarnak éreznie kell azt a felelősséget, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy a nemzetközi fórumok elé vigyük, és a világ közvéleménnyel vegyük, és a történelem ítélőszék elé állítsuk ezt a gyalázatot. És még hogyha nem is érünk el azonnali sikert, de ha erkölcsileg megsemmisítjük ezt a gyalázatot, én mégis azt mondom, hogy akkor egy nagy lépést teszünk valami olyasminek a visszaszerzése érdekében, amiről nem szoktunk beszélni. Mert azt szoktuk mondani, hogy megcsonkították Magyarországot, elvették a történelmi Magyarország kétharmad részét. Arról szoktunk beszélni, hogy marhaként elhajtották magyarul magyar anyanyelven beszélő nemzetrészeket. De arról nem szoktunk, meg hogy kifosztottak, mert mi van? Ezekről szoktunk beszélni. De nem szoktunk egy nagyon-nagyon fontos dologról beszélni. És erről beszélni kell. Az, hogy elvették a magyar nemzet történetét. Elvették a nemzeti identitását, és beleraktak hazug mindenféle ócska legendákat, meséket. Tákó-román elmélet. Hülyeség! Van a nagy Szvatopluk és egyebek. Hülyeség! Követeljük vissza a történelmünket. Követeljük vissza a nemzeti önazonosságunkat, a nemzeti identitásunkat. És ezt csak akkor tudjuk visszakövetelni, ha mi most az utolsó óra utolsó órájában nem hagyjuk magunkat. És ehhez nem elég a Magyarok Világszövetsége, vagy az Országos Trianon Társaság, amelyiknek, hát én formális, tehát hogy sem bejelentem, de tehát hatóságilag mondjuk, hogy a jóvá hagyott. Jóvá. Így? Vagy pedig ennek a tehát a azt akartam mondani, hogy hatóságilag, bíróságilag, fővárosi, országos Trianon Társaság létezik. Én annak az elnöke vagyok, na de nincs pénzünk. És pénz nélkül mire tudunk építeni? Csak az emberek szívére és a lelkére. Akinek magyar szíve van, meg magyar lelke van. És hiszen mi mind tiszteletdíj és egy fillér nélkül végzőzünk munkát. Évek óta. Egy fillér nem kapunk. Semmi. Az egy más dolog, hogy ez egy szégyene a nemzeti kormány. Vagy ez így van. De most én nem akarok ebbe belemenni, de ezt azért kell hangsúlyozni,
hogy amikor mi sikerre akarjuk vinni, hogy legalább 200 000, nem 2 milliót szeretnénk, de a minimum, hogy ebben az évben meglegyen a 200 000. És aztán esetleg másfél év múlva az 1 millió. De ezekhez, ugyanis a 200 000-hez a magyar jog szerint jobb következmények fűződnek. A 200 000-hez. Az 1 millióhoz az Európai Unió szintjén jobb következmények fűződnek. De ha le kell tárgyalni, akkor a strasbourgi parlament kötelező letárgyalni. És így tovább. Persze 2 milliót hirdetünk meg, annyit szeretnénk. De csak gondoljuk meg, hogy ez micsoda hatalmas munka. Mert itt nem csak arról van szó, hogy elmegyek és szólok a barátomnak, meg annak a barátjának, hanem bizony nap, mint nap kell menni, adott esetben nyilvánosság elé kiülni, ott ülni, órák hosszat, stb. Stb. És ezt csak muszáj fegyelmezetten csinálni, megmondom miért. Mert ugyanis ahhoz, hogy mi kezdeményezzünk egy pert, és a pert tulajdonképpen még Amerikában is megpróbáljuk, mert Amerikában az ilyen csoportos per, az egy bevett joggyakorlat. Ezt én most úgy mondom, mint amerikai állampolgár, és New York államba bejegyzett jogtanácsos, ma az is van. Tehát ezt így mondom. Tehát tudom, miről beszél. Ezt úgy hívják, hogy class action. Tehát csoportos belés. Na most ennek lenne 3 frontembere. Az egyik frontembere, az is egy amerikai állampolgár, akit úgy hívnak, hogy Szigeti Sándor, 56-os magyar. De több mint 30 évig egy 500 000 lakosú amerikai város rendőrfőnöke volt, serifje. Tegnap itt volt. Itt volt? Itt volt, igen. Na, én ezt nem tudtam. Itt ült tegnap, igen. Igen? Boxoló is volt, mesélt. Na, ő lesz az egyik frontember. A másik frontember én leszek, aki a mai napig bejegyzett, érvényes engedéllyel bejegyzett jogtanácsos New York államban. Mert államonként kell. A harmadik pedig a Magyarok Világszövetségének az elnöke, illetve elnök helyettese, aki Botján Zoltán, aki a magyarországi, a szintén erdélyi, a magyarországi francia gimnáziumnak volt az igazgató. Egy nagyon komoly ember. És mögöttünk pedig ott lesz, jogilag, tehát számozott aláíróíveken, precízen kitöltve, széfbe őrizve, a jogszabályok szerint őrizve, kellene lenni 1 millió pertárs. Mert aki aláírja, az pertárs lesz. Ő is perel, ő is felperes. Tehát ez egy hatalmas munka. De nem tudjuk megcsinálni, ha nem találunk olyan lelkes emberekre, sokra, akik ezt a munkát fölvállalják. És mi tisztában vagyunk vele, hogy milyen hátrányok fűződnek ahhoz, hogyha ezt meg tudják mondjuk Szlovákiában, vagy Romániában. De ez nem azt jelenti, hogy ott nem kell. Vagy úgy kell megorganizálni, hogy rendben legyen, vagy úgy kell megorganizálni, hogy jöjjenek át Magyarországra, és itt írják alá. Kész. Utazzanak ide, csak azért, hogy ezt találják. De itt egy nagyon komoly munkát kell végezni, hogy mi ezt a pert beadhassuk. A per anyagok már nagy részt, tehát zömmel elkészültek. Itt van a táskámban, én elhoztam, nem raktam ki, mert hosszú lenne végigmenni rajta. De a lényege az,
hogy mi azt akarjuk elérni, hogy nemzetközi fórumok, akár nemzetközi jogiak, akár nem jogi jellegű, hanem mondjuk így a politikai jellegű fórumok, mert mind a két fórum nagyon jó nekünk, a legjobb lenne a jogi fórum, de valószínűleg el fognak minket utasítani. Ugyanakkor viszont az egyik fórumok is kimondhatják azt, hogy ez a hazugságon alapuló trianoni rendszer, ez az összes univerzális erkölcsi szabályt is segíti. Tehát nem csak jogszabályokat sér, hanem alapvető erkölcsi szabályokat is sér. Hát milyen alapon volt a románoknak ahhoz jobb, hogy kétszer is ránk törjenek? Nem támadta meg őket senki. Utána eljönnek ide, és az utolsó tolvajként fosztogatnak, mert mindent, ami kezek ügyében volt, azt elvittek. És utána az összes ígéretüket, nem csak amit Gyulafehérváron tettek, hanem a nemzetköziről, amit a gazdájuknak tettek, a nagyantantnak, azt se tartották. Semmit nem tartottak meg előre. Tehát egyszerűen a románoknak az orra alá kell ezt állandóan dörgölni. Tehát nem megkonyászkodni előttük, hanem szégyeljük magukat, mert rablók, tolvajok voltak és despoták. És szégyeljék magukat. A szlovákok pedig szégyeljék magukat, hogy még mindig érvényben tartják a gyalázatos Benes dekrétumokat, amely teljesen ártatlan embereknek a százezreit semmiszte ki. És még mennyit meg is gyilkolt. Úgyhogy ebbe higgyél minden magyar nemzet fia és lánya, hogy ebben nem szabad beletörődni. Kész. Nem szabad. Úgyhogy én engedjék meg, hogy köszöntsem, aki ide jött, mert ugyanúgy a feleségem. És hát ő is lényegében székely származású, a neve is Bocskor, Csíkszentmártoni Bocskor családból származik, tehát Szegről végről ő is szép. Úgyhogy összefoglalóan tehát azt akarom hangsúlyozni, hogy egy világ tendenciába kapcsolódunk bele, mert nem, a trianon elleni harcot nem csak magyar vonatkozásba kell megvívni, hanem az európai fehér fajú népek vonatkozásában is. Mert most hajtja végre az az államok feletti világhatalom, most hajtja végre azt a több mint 100 éve már kidolgozott programját, hogy a fehér fajú európai népeket kevert fajúvá teszi, és az európai keresztény kultúrát felszámolja. Ez Trianonnal él, és ugyanaz. És ezt azért tudja csinálni, mert ugyanaz, mint Trianonban van, hogy nem engedi meg az európai fehér fajú népeknek, hogy a rájuk vonatkozó legfontosabb kérdéseket döntsék el. Nem engedi meg. Ha nézzük meg, hogy mi történt Németország. Nemrég mondom, ott jártunk, láttuk, közel. És ugyanez vonatkozik világviszonylatban is, amikor az egész emberiséget egy olyan sors, egy olyan státuszba nyomta le, hogy lényegében minden ember a születésétől a haláláig ennek a pénzhatalmi birodalomnak, államok feletti illegitim birodalomnak fizet adósságszolgálatot és kamatot.
hogy hogyan, hát két-három mondatot mondhatok rá, az úgy, hogy magánpénzrendszert hoztak létre, és a magánpénzrendszerben csak adósságpénz. És a világ leghitelesebb adatai szerint az egyiket a nemzetközi valutalapon, a másikat a nemzetközi pénzügyi intézet, a harmadikat a bázeli nemzetközi fizetések bankja, az egyik szerint a világ az összes, tehát a 43 ezer vállalat, nemzetközi vállalat, az államok és az egyes magánszemélyek, ezek ennek a magántulajdonban levő pénzrendszernek 152 trillió dollárra tartoznak, és egy trillió az itt ebben a vonatkozásban, mert amerikai módon 1000 milliárd. Tehát 152 ezer milliárd után fizetnek emberek, vállalatok és államok kamatot a pénzhatalmi világelit. Mert ugyanis ennek a 43 ezer Transnational Corporationnek a tulajdonosa 147 megabank. És annak a tulajdonosa pedig mintegy 300 szuper gazdag bankárcsal. Vagyis a világ pénzrendszere ennek a 300 családnak a magántulajdon. Vagyis tulajdonképpen az egész világ úgy, ahogy van, ennek a 300 családnak dolgozik. És ma már még az egykor jómódú Amerikában is, a jómódú fehér középosztály úgy él, hogy mire a gyermeke elvégzi az egyetemet, a diák hegyelekkel és egyebekkel már fülig el van adósodva. Ha családot akar alapítani, akkor tovább eladósodik a jelszálló kölcsönökkel. És hogyha napról napról meg akar élni, akkor a kreditkártya a 30% az átlagkamat. A kreditkártyát fizeti, és soha nem tudja kifizetni, hanem mindig újabb adósságot vett. Tehát a pénzhatalmi világ elit, mint a pióca, mint a parazita élősködik az egész emberiség. Vagyis tulajdonképpen adós rabszolgává tette a világ népeit, adós rabszolgává tette az embereket, és valójában most térek vissza, amivel indítottam, és ezzel be is fejezem, hogy az lett az emberiség életének az értelme, az egyes ember életének a célja, hogy élete végéig ezeknek az uzsorás bankár dinasztiáknak kamatot fizetjen. Hát amikor Trianonról beszélünk, akkor arról van szó, hogy ezt sem szabad tudni. Vagyis globális szinten, világszinten, az emberiség szintjén is vissza kell venni a népeknek azt a jogát, hogy a rájuk vonatkozó legfontosabb kérdéseket ők dönthessék el. Mint hogy Európának is vissza kell szereznie, Európa fehér népeiknek, akiket a kipusztítás fenyeget, az áttenyésztés és a kultúrájuk elvétele, hogy a rájuk vonatkozó legfontosabb döntéseket ők dönthessék el. És természetesen a magyar Trianonra is ez vonatkozik, hogy eljött az idő rá, hogy végre a magyar nemzet is beleszólhasson a saját sorsába, mert egyedül a magyar nemzettel szemben ez az államok feletti hatalom nem volt hajlandó figyelembe venni semmilyen jogelvet, se a történelmét, se az etnikait, se az önrendelkezését. És ez az utolsó alkalom, az utolsó lehetőség arra, hogy ezen változtassunk. Köszönöm.